Bozsolik Róbert pátaszék polgármestere maga is lefutotta már a távot. Idén nézőként követte az eseményt. Most már nem meglepő, hogy tényleg Budapestről, Dunaújvárosból, Vaskútról, megye nagyon sok településről, de az ország számos pontjáról is érkeznek. Én azt gondolom, hogy ez is jelzi, hogy a futóközösség ez egy jó kis közösség. Szeretnek együtt sportolni, szeretik együtt megélni ezt a sportélményt. A Borvidék Futó Egyesületnek volt köszönhető a szervezés. Csillag Balázs nyilatkozott a részletekről. Mondhatjuk azt, hogy a megye sportja életében ez már egy hagyományos rendezvény, mindig október első szombatjára vagy annak környékére időzítjük az eseményt. A szokásos Bonyhádról Bátaszék levezető úton, ugye ugyanazon a távon, 23,8 kilométeren, egyéniben 2, illetve 3 fős váltóban hirdetünk versenyt. A versenyzők minden évben bevésik a naptárukba ezt a jeles eseményt, hiszen a távot nagyon kedvelik, minden nehézségével együtt. Igazából nekem ez a versenyek legjobbika, tehát aki egyszer is részt vett rajta, azt tudja. Igazából itt sokkal többet kapsz, mint amire befizetsz, a magasságok ellenére vagy épp azért, tehát ez nagyon szerethető. Nem csak a fiatalokat, hanem a szépkorúakat is megmozgatta az esemény. Nagyon jó esett a futás, kicsit elfáradtam, elég nagy dombban az elején, de azért kellemes volt, jól esett. A dobogó legfelső fokán idén Orsos Zoltán és Kormos Edina ünnepelhetett.